ültörgettem át növényeket egyesével. Gondoltam addig, megosztok veletek egy gondolatot a bióról. Most mennyire bió a bió? Hát amit a boltban megveszel, tegyük fel, én csak két országot ismerek így nagyon, hogy mennyire van. Mégis ez kontrollálva, hogy bió vagy nem bió. Egyszer Németország és egyszer Ausztria. Na már most. Amit biztosra tudok, hogy Németországban a földek azok vannak elég rendesen kontrollálva. Viszont az állat, úgy mint a tojás, meg ilyesmi, kevésbé. Hogy ez miért van? Nem tudom. Fogalmam sincs, hogy ez miért van így. Egy biztos, hogy Németországban nagyon sok ilyen gazdaság bukott már le, hogy bio tojást árult, és hát nem volt bio, és aminek árulták, az nem stimmelt se elől, se hátul, semmiféleképpen se. Na, most még lehet látjátok, hogy ezeket át is ültetem szépen, és itt osztrákban nagyon, nagyon keményen van ez kontrollálva, hogy ami bio és osztrákból származik, akkor az biztos, hogy bio. Nagyon nagy, vagy keményen büntetik az ilyesmit, ha csak felmerül is olyasmi, hogy nem bio, lógis. Szóval az állatoknál úgy hat ki ez a bio dolog, hogy például a tej, az sokan nem tudják, de hát a teheneket azok nem maguktól kezdenek el párzani, hanem mesterségesen bepároztatják, bepározzák egyfolytában szinte, és mikor megszületik a kispoci, azonnal elveszik az anyjától, de azonnal, akkor egy ilyen 2-3 napig egy ilyen fröccstej, úgy hívják, hogy fröccstej, onnan tudom ezeket a dolgokat, mert véletlenül pont egy ilyen iskolában jártam annak idején, állattenyésztőnek tanultam, és élelmiszeripari suliba jártam, és ezt a fröccstejet ez kiöntik. Ez az a tej, ami a kispocinak kibaszottul szükségben van, mert az összes antibiotikum és antibakteriás dolgok, amiket a szüksége van, úgy, mint gyereknek és kutyának, mindennek, az első nem tudom hány óra hosszába azt adja át a boci a kicsinek. Na, ezt lefejik és kiöntik, mert ez emberi fogyasztásra nem alkalmas. Jó, ez így van a normális gazdaságban. A biogazdaságban fél éves koráig nálam marad a kispoci, utána leválasztják, és akkor utána nem tudom, hogy még hány hónapig tudják fejni. És ez a biotej. Akkor még a különbség az, hogy a bio állatoknál nem szabad a antibiotikummal etetni a teheneket, az állatokat, meg ilyesmi, csak megengedett gyógyszerekkel, mert az antibiotikum az nem oldódik fel teljesen a szervezetjébe, a tehénkének, meg az állatkának, és ezt továbbadja a tejével, a szarával, a húsával, meg ilyesmi. Ezért a biók állatokat nem szabad ilyennel etetni. Úgy, mint például
a normális pulyka a nagyüzembe, életbe sem maradna antibiotikum nélkül. Na mindegy. Szóval ez van az állatoknál. Ez bizonyos gyógyszereket nem ehetnek, a takarmányra sokkal jobban odafigyelnek. Hát a tartási körülményeik azok nem jobbak, egy kicsit se. Szerintem, na mindegy. Viszont a mezőgazdaságnál ott van teljesen más. Ott olyasmik vannak, hogy az összes gyomírtószer, permetszer, meg a fene se tudja miféle gripószát, meg szupósztát, meg Isten tudja, hogy miféle szerek vannak, amivel permeteznek. Permeteznek azért, mert besárgul, permeteznek azért, hogy sárguljon be, meg mit tudom én. Már mit nem össze nem permeteznek gazdák. Én beszéltem egy magyar gazdával Magyarországon, pár évvel ezelőtt találkoztam vele Gödöllőn, egy helyen aludtunk ilyen motelba, és elmagyarázta nekem, hogy Magyarországon hogy megy a ilyen mezőgazdaság, hát sirány. Szóval azért kap pénzt az EU-tól, hogy csak azt az egyfajta monzától dolgokat vethesse, ami jövőre nem lesz jó, nem vetheti vissza, nem mindegy, ez nem arról szól, ez egy szar biogaz, vagy ez egy szar gazdasági helyzet, amit az Európai Unió okoz. Na mindegy, a biogazdaság az úgy van, hogy semmiféle szereket nem spriccolhatsz ki a földedre, sőt, a földed mielőtt elkezdené biogazdálkodni, bevizsgálják. És ha bármiféle vegyszert találnak, amit betiltott biogazdaságokba, nem termelhetsz ezen a földön. Akkor jön még az, hogy a termésed egy részét jönnek egyszerűen és kontrollálják, hogy az tényleg biológus, vagy nem. Akkor ahhoz, hogy megkapta biozígelt, és ezt a biológiai pecsétet, hogy te tényleg biogazda vagy, ahhoz neked egy elég hosszú utat kell megjárnod. Szóval nem úgy van, hogy azt mondom, hogy én bió vagyok, és akkor most én és akkor bió vagyok, és árulhatom belőle. Én nem árulhatom az én cuccaimat, amit én termelek, hiába tartok be minden előírást, mert nekem nincs meg az a biozígelem. Amit én nem is fogok kiváltani, mert teljesen feleslegesnek tartom, mert én saját magamnak termelek, meg hát a család kap a terményeimből. Viszont, mondom, osztrákon kívül annyira nem ismerek más országban ezt a bio dolgot, hogy azt merjem mondani, hogy tényleg, amit árulnak a boltokban, az tényleg biológis. Az egyetlen egy biztos, hogy biológis, amit te otthon megtermelsz. És úgy termeled meg, hogy tényleg, hogy te azt mered mondani, hogy leszeded az almát a fáról, anélkül, hogy megmosnád, oda mered adni a gyereknek a kezébe, hogy itt van, egyed meg. Nem pedig azt mondod, de menjél és mosd meg gyorsan, mert meghalsz. Nem. Hanem te, ő tényleg azt mered mondani a gyereknek, hogy menjél ki a kertbe, szedjél le valamit és edd meg. De nem az, hogy nem, most nem lehet leszedni, kisfiam, mert várakozási idő van. Apuka lepermetezte finom glipószárral, és akkor most meghalunk, ha eszünk belőle, nem. Ha úgy termelted, hogy tényleg azt mondod, hogy menj ki és egyél belőle. Mert te a saját tudásod szerint mindenféle káros szer nélkül a saját kis kertedbe biológiai gazdaságot folytatsz. Nem mérgezed le saját magadat, nem mérgezed le a természetedet, semmit.
Igen, az arra mondhatod, hogy bio, és az biztos, hogy 100%-os bio. Ah, a többi mást nem merném rátenni a fejemet. Főleg nem Németországban. Ott biztos, hogy nem. Na, itt Ausztriában meg nagyon nagy a szigor. Mert azért, hát nekem Németországban mondjuk, mikor én oda kimentem, a 80-as évek végén, még akkor volt falacska is szépen, majd talán egyszer elmesélem, hogy jutottam oda ki. Igen, annyit már tudok mondani, hogy hát útlevéllel, de mégis tiltott határátkeréssel. Na mindegy, mondom, másik téma, majd valamikor lehet, hogy elmesélem ezt a történetet. És hát akkor nekem feltűnt, hogy a németek rengeteg sok földgyeperet esznek. Hát az összes csokiban, amit árulnak, szinte földgyeper van. Az összes joghurtban, amit árulnak, földgyeperes. Minden, még az atya úristen is földgyeperes a németeknél. De tényleg mindenben van földgyeper. És hát csak úgy magyar paraszti ésszel, mikor az ember úgy rágondol, hogy hát meddig van egy évbe földgyeper, egy hónapig? Honnan az Isten faszából vesznek a németek annyi földgyepre, tényleg? Hát nincs a világon annyi földgyeper. Hát honnan? Honnan vesznek annyi földgyepret? Hát sehonnan. Azóta már rájöttem, hogy ez a földgyeper, amit a németek árulnak, hát nem is földgyeper, hanem van a amerikaiaknál ez a piros bogyó, a francia tudja, hogy hívják, amit úgy aratnak, hogy vízzel felengedik a földet, és akkor lehalásszák. Nem tudom, milyen bérnek hívják bogyónak. Azt hiszem Camberi, vagy milyen nyolja. Ezzel helyettesítik a földjepret. Na. Szóval. Németek földjepre. És akkor ugyanígy gondolkoztam Németországban azon is, hogy bio tojás. Nem tudom, aki már járt ott kint, és tényleg nem csak kiment, dolgozott, és mit tudom én, hazament és evett, aludt, hanem bejárta egy kicsit az országot, és látott valamit. Annak feltűnik, hogy gazdaságilag Németország, hát nem egy nagy gazdasággal rendelkezik. A legtöbb föld az pallagon fekszik. És akkor jön megint a kérdés, ha minden pallagon fekszik, és sehol nem látni nagyon ilyen gazdaságokat, hát honnan jön az a rengeteg tojás? Mivel ez a ketretes megoldás be van tiltva, vagyis be van tiltva, hát európai viszonylatban igen, be van tiltva, de ne essünk tévedésbe, mert teljesen nincs betiltva. A gyárilag feldolgozott, hát ilyen gyári sütemények, meg kekszek, meg készételek, meg ilyesmibe, azok kerülnek bele. Az ilyen tojás, ami ilyen helyekről jön, ilyen ketrecses megoldásról. Szóval ennyire van betiltva. Csak a szabad forgalmazásra van betiltva, nem izére. Az ilyesmire ott még ott van. Ugyanúgy működik. De minden esetre a bio tojásnál úgy szokták árulni, hogy szabadföldi, meg mit tudom én, földön tartott, meg ilyesmi. Akkor most megint jön ez a paraszti ész. Mikor tojnak a csirkék? Ha nem eteted őket agyonra? Nyáron. Tavasszal, nyáron. Télen leállnak. Akkor honnan jönnek télen az a rengeteg bio tojás?
És itt a bukta már megint. Sumák van ott valahol. Nagyon nagy sumák. Ezért mondom. Igen, én is a boltba megpróbálok biót venni, mert azért van egy meghatározó tény. Ha én úgy veszem meg a boltba az én kis gyümölcsömet, meg zöldségemet télen, amit nem bírok megtermelni, hogy bió, van rá esélyem, hogy az tényleg bió. Hogy nem lett lemérgezve mindenféle szilszarral, ugye? Viszont ha nem bióként veszem meg, akkor már eleve biztos, hogy valamilyen mérgező anyag volt rá nyomva. Nagyon ajánlom az olyan embereknek, aki nem hisznek ilyen ilyesmibe, mint a bió, meg az ilyesmi, hogy az interneten van egy érdekes film, azt hiszem már magyarul is láttam, de lehet, hogy csak angolul van fent. Minden esetre van fent egy film, hogy a banán ültetvényekről hogy keveredik el a banán mondjuk Németországban. Az mindegy is, hogy kerül oda. A lényege az, hogy termelik a banántot. A banán farmok, hát nevezzük farmoknak, ezeket a banános ültetvényeket, ott szinte egyfolytában repülővel nyomják rá ezért a mindenféle szert. De olyan szereket, amit Európában már betiltottak, mert ha csak a levegőbe jut már mérgező. Ha te nem tudom, valahol permetezik és a 3 kilométeres körzetében vagy már, az mérgező. Ilyet nyomnak rá a banántra egyfolytában, megállás nélkül, naponta. És mikor végre odaér ez a banán, hogy leszüretelik, az az első, hogy megfürdetik a banántot egy ilyen mérgező vízbe. Mintha még nem kapott volna eleget. Úgyhogy itt kezdődik már az eleve, hogyha ha a boltba úgy veszed meg, hogy bió, akkor ez ki van zárva. Lehet persze. Megesik, hogy volt valahol egy sumákolás, és akkor nem biót veszel, hanem ugyanolyan szart, mint a másik. De kisebb az esély arra, hogy sumákolósat találsz, mint hogyha tényleg biót vennél. Viszont a biónál, ja igen, hogyha nem biót veszel, akkor biztos lehetsz benne, hogy ezen az egész mérgező tortúrán átesett a banánod. Vagy éppen amit veszel. Szóval, ez az én meglátásom a bióról. Az a bió az addig működik tényleg embereknél, ameddig majd tényleg belátod, hogy amit csinálsz, az jó. Ha jön egy olyan, hogy bió, de a termésem kisebb, nagyobb a kiesés, mert elnéztem valamit, és nem csináltam elég gyorsan egy növényvédelmet. Mert azért oda kell figyelni. Jobban a biónál. Nem úgy, hogy lepermetezem, azt akkor jó, most egy hónapra akkor nyugalom van. Nem, oda kell figyelni dolgokra jobban. És nem figyelsz oda, és hülye vagy, akkor igen, hát gyorsan lehet, hogy nem lesz termésed, vagy nagy lesz a kiesés. De ha odafigyelsz, és addig úgy csinálod, ameddig tényleg úgy vagy vele, hogy te szeretnéd, hogy bió legyen, és meg vagy győződve róla, hogy ez jó, addig jó is lesz.
amikor elkezded az, hogy á, nem jó ez így, meg ú, ez nem viszi, akkor véget van. Akkor előbb-utóbb az következik be, hogy úgy gondolja az ember, hát én nem permetezek, de azért egy kis műtrágya, az már jöhet. Az egyik videómban mondtam, ezt el is mondom még egyszer. Nekem nagyon nagy gyümölcsösöm volt Magyarországon. Pesttől 70 kilométerre. És azt hiszem, ja, hát olyan 30 fa körül volt. 30-36 fán volt. Fiatal gyümölcsös fák, úgy vettem. És soha nem volt permetezve. Soha egyik évbe se. Míg nem, a szomszéd az nagyon szeretett permetezni, és rábeszélt, hogy de igen, kell, lemosó permetezés kell, mert hát anélkül nem lehet egyszerűen. Hát mondtam neki, azt mondta, hogy neki maradt ki, ezért szere, majd ő megcsinálja, nem is kell foglalkozni. Hát mondom, jó van, csináljad, basz meg. Nem sokkal ezután kipusztult minden fám, csak kettő maradt életben. Ez volt az első és az utolsó, hogy permet lé, nekem csak be is jött a kertembe. Megnézhetitek kint, egy fa sincs permetezve. Semmi. Az összes védekezést, amit használok, ami az egyik videómon csináltam nemrég, hogy lekenem a tövüket a fáknak, a hernyók, meg ilyesmik ellen, és mikor a gyümölcs érik, akkor van még az, hogy felteszek ilyen különféle, hát ilyen lapokat, mint itt vannak ezek a sárgák. És ezek összefogdossák azokat a légyféleségeket, amik valami kárt csinálhatnának nekem. Ennyi az összes fára való védekezésem. Semmi permet ide be nem teszi a lábát. És nincs rá szükségem. Ezen is be lehet látni, hogy permetszer felesleges. De én meg vagyok győződve róla, hogy ez így jó. Na mindegy. Ezt mindenki maga eldöntheti, hogy szereti, hogy akarja. Ilyen, én ezt így szeretem. Így szeretem és így akarom. És hát ez még tavalyról jött egy ilyen komment nekem még a osztrák oldalra, hogy amit csináltam, ilyen kertészeti oldalt, hogy mire elég az, amit én egy évben megtermelek. Az idén megtudjuk, mert elkezdtem lemérni azt, amit születelek. Lemérek mindent egy grammig, amit az idén leszületelek. És ezt megcsinálom jövőre is, hogy legyen egy kis hozzá hasonlításom. De hát az év végén csinálunk egy ilyen lezáró videót az évről, és akkor meg fogom mondani, hogy miből mennyit szedtem le. Úgy, mint biobarom. Na, ennyi. Többet nem beszélek, kiszáradt a szám a sok pofázástól. Még itt vannak nekem ezeket a párak, ezeket még át kell ültetnem aztán. Jó. Na, majd valamikor ezt feltöltöm.